Hálóztok! Sziasztok! Ebben a videóban a Lokomotív GT lemezeit vesszük sorra. Ez az együttes az egyik legnépszerűbb magyar rockzenekar. És az első magyar szupergrup. Igen. A korabeli Omegából érkeztek, és úgy alakult meg a zenekar, hogy az Omega vezetője, főszervezője, menedzsere és aranyembere Laux József, aki oly sokat tett az Omegáért, hogy az befusson és ismerté váljon, alakította meg Presser Gáborral, szintén az Omegából hozta, egyébként az Omegába is ő vitte Presser Gábort, alakította meg az LGT zenekart, és hozzájuk társultak még ketten. Először is még hozzá kell tenni, hogy fontos dolog, hogy Presseren és Lauxon kívül még Adam és Anna is átjött igazából, hiszen így szövegíró is kellett a zenekarnak. Hárman jöttek el ilyen értelemben az Omegából, tehát teljesen lefelezték a zenekart. Hárman maradtak, és hárman jöttek el. Genesis, hárman maradtak. Igen. Oké. Az LGT két másik tagja, Barta Tamás és... Frenreis Károly. Frenreis Károly. A kor legjobb zenészeinek számítottak Presserrel és Lauxsal együtt. Rengeteg ilyen szavazáson őket hozták ki, a legjobb dobos, legjobb gitáros, legjobb basszusgitáros, legjobb billentyűs kategóriában. A korabeli hazai New Musical Express a magyar ifjúság, és IM, ifjúsági magazin. Bár azért Barta Tamás és Radics Béla között kicsit remegett a léc a megítélésük szempontjából. De valójában az LGT zenéjét hallgatva ma is rögtön szembetűnő, hogy mennyire virtuóz hangszerkezelésük volt, tehát a gitáros egész egyszerűen világszínvonalú és elképesztő Barta Tamás személyében. Nagyon jó a Frenreis a basszuson, tehát egész egyszerűen a Fender basszusával tök jó, mellette még persze szakszofonozik is. Igen, igen. És hát Presser a billentyűkön, az teljesen köztudott. Ő tovább vitte az LGT-t, miután az említett tagok már nem voltak a zenekarban, és teljesen meghatározója volt folyamatosan a hazai könnyű zenei életnek. Gyakorlatilag az LGT-nek ő volt az egyetlen állandó tagja. Tényleg. Csak a Presser maradt a ősidőkből. Igen, igen. No, mint említettük, a lemezeikkel fogunk foglalkozni, a valódi hang lemezekkel. Tehát a CD korszak az most nálunk már nem szerepel. Így két lemezt igazából kihagyunk a diszkográfiából. A legvégén. Meg a 424-es mozdonyopera és a fiúk a kocsmába mentek. Illetve volt még a búcsú koncert albumuk is, az első búcsú koncertjük, ami nem jelent meg Bakelit lemezen. A nyugati pályaudvar. Igen, igen, igen. Aminek egy ilyen piros borítója volt, amin a mozdony igazából két irányból érkezett és egyé vált. Lecsekkolom, hogy biztos, hogy nem jelente meg. Ő lemezen? Igen. Nem láttam, soha életemben nem láttam hanglemezen. De? Vinilen megjelent? Megjelent vinilen. Így? Dupla LP-ként. De? Igen, drága. Kettő darab van belőle, 60 euróért. Az egyik abban a lemezboltban van, az ismerősen dolgozik. Gatefoldos volt értelemszerűen. Uh-huh. Sose láttam. Ez nagyon ritka. A zenekar történetét igazából a lemezek végig sorolásával meséljük el. Így kezdjük is az első lemezzel, ami a zenekar nevét viseli, tehát Lokomotív GT címmel jelent meg. Ez egy kifejezetten jó lemez. Még mai viszonylatban is kimagasló alkotás. Egy kifejezetten jó bemutatkozó lemez, ami méltó egy ilyen szupergrouphoz. Amikor megjelent, nagyon gyorsan eltűnt egyébként, tehát nem volt ez az egész lemez annyira szem előtt, hogy úgy a kirakatokban meg mindig ott lett volna, tehát elkapkodták az emberek, ez úgy eltűnt azon, hogy puk, tehát annyira és nem is lett, nem lett neki újra kiadása. Igen, kis lemezek is társultak hozzá már rögtön abban az időben, ami a kor divatjának tökéletesen megfelelt, így néztek ki a korabeli borítók, ma már ezek is rendkívül ritkák. Persze az első LGT kislemez, amit a kezemben fogok, ez az Érincs meg, ugye? Igen. A kislemezekből készült egy ilyen nagy válogatás lemez, dupla lemezként, amin rajta található nagyjából az összes egy-két kislemez valami egyébként hiányzik, ezáltal az összes kislemez igazából nem igaz. Vagy a B oldalok egyike másika hiányzik csupán. Tehát igen, tehát rajta vannak az A oldalak. Mindenesetre ez az Érincs meg,
Tokió 71, de egyébként a későbbi kiadásokon nem szerepel ez a felirat. Tehát ez volt az első kislemezüknek a címe. Ez még megjelent egy kivételes alkalommal bőrkötésben, ugyancsak ebben az időben, amikor ez újdonság volt, de az egész egyszerűen teljesen, az olyan ritka, hogy az őrület, tehát nem létezik. Tehát ez a bizonyos első LGT kislemez. Majd megjelent a második is, a Boldog vagyok, ha volna szíved a B oldalán, volt a második kislemezük. És ezek ebbe az első korszakba tartoznak. A második LGT lemez, a Ringasd el magad. Hát ezt a számcímet, hogy Ringasd el magad, ezt mindenki hallotta. Nem csak Magyarországon, hanem ez elég ismert, bármerre járunk. Szóval ez a Ringasd el magad LGT lemez. Messze az egyik legjobb lemez a hazai lemezkiadásban, a hazai együttesek termésében, de még világviszonylatban is kiváló. Tehát aki szeretik és ismerik a rockzenét és a Led Zeppelin együttes, vagy bármit, a progresszív rock vagy a pszichedelikus rock irányzatokat, mint a Pink Floyd, vagy etc. Szóval nagyon sok minden. Vagy ennél a lemeznél fontos megemlíteni a helyenként lévő King Crimson hatásokat. King Crimson, így van, így van. Már is az első számban, a cirkuszban, annak is a vége felé, abban a meditatív, líraibb részben felismerjük a Moonchildot. Ugye? A Moonchildot. Igen. Hiszem. Igen. Szenzációs. Na de zeneileg ez a lemez, ez olyan gitárszólókat, meg olyan zenei megoldásokat tartalmaz. Érződik, hogy Barta volt az úgynevezett zenei vezetője a zenekarnak, ami azért hihetetlen, mert mindenki azt gondolná, én is, hogy Presser Gábor volt, de nem. Ezekben az időszakokban Barta volt sokkal inkább, meg Fran Reiss, aki aztán rövidesen elsőként ő hagyta el a zenekart. Mondtam, hogy ez a kedvenc lemezem? Igen. Okay. Ehhez a második lemezhez tartozott a Segíts elaludni kislemez, a Mindig csak ott várok rád című számmal a B oldalán, ami egy nagyon jól sikerült dal volt, és tényleg csak így ezen a kislemezen jelent meg. Illetve hát később a nagylemez verzión is. Igen. Ezeknek a kiadásoknak ez volt az eredeti borítója, tehát így nézett ki. Lokomotív GT. A 73-as év igazából egy igen sűrű év volt az LGT számára. Egyrészt a zenekaron belül egy kis feszültség kezdett el kipattanni, miszerint Presser az inkább jobban akart fókuszálni a stúdió lemezek felvételére és a háttérben lévő műtyörködésekre, míg Fran Reiss Károly inkább a durbele koncertes ember lett volna. Hozzá kell tenni még azt is, hogy ebben az időszakban kapott a zenekar egy felkérést arra, hogy a képzelt riport zenei anyagát készítsék el, amire Fran Reiss azt mondta, hogy azt aztán nem, és kilépett a zenekarból. Ekkor a zenekarnak egy basszusgitárra szaxofonos és még egy énekes embert is kellett keresnie, ezt egyszemélyben megtalálta Somló Tamásban. Viszont Somló Tamással egyetlen egy probléma volt, hogy ő basszusgitározni nem tudott. 73-as év elején először megjelent... Somló is az Omegából érkezett mellesleg, de ami, ő csak ilyen, ami igen döbbenetes. Ő csak olyan vendégszereplő volt ott igazából. Igen, de volt az Omegában. Igen. Még az LGT előtt. Együtt egyébként a Lauxékkal meg a Presserékkel. Így igazából Fran Reiss kilépésével az LGT első időszaka úgymond lezárul, és a második időszakba kerülünk át, ahol a felállásba cserélődik ki Somló Tamás. Basszusgitáron. És szaxofonon, és frontemberként. Tehát teljesen átvette Fran Reiss eszközeit. Bár eleinte még nem, hiszen nem tudott annyira basszusgitározni, ezért például a Boomban is, illetve a Ringasd el magadon is a basszusgitár részeket az Barta vette föl. Igazából rögtön utána volt egy lengyel turnéjuk, meg talán egy ilyen európai turné, ahol már úgy valamennyire tudott játszani a Somló. De például jól lehet látni, hogyha valaki rákeres mondjuk YouTube-on, van egy lengyel fesztiválos felvétel, ahol többek között eljátszanak egy lengyel dalt, amire az Adam is írt egy magyar szöveget, ahol látszik, hogy a Somló mennyire tudott akkor egy basszusgitározni élőben. Vagyis, hogy szinte sehogy. Alapokat. És Barta ott a lakásukban, az Isabella utcában
közel az Andrássy úti sugárúthoz és a Vörösmarty cukrászdához. Talán van az, remélem. Igen, ott tanította fönt az emeleten Somlót a Barta gitározni. Már mint totál befutott szuper zenekarként, szinte világhírrel és ismertséggel, de hazai óriási sikerekkel mindenképpen megáldott zenekarban ezek történtek. Tehát jött a képzelt riport pont ebben az időben. Nagyon nagy sikerű lemezkiadás is készült róla. Déri Tibor regénye alapján készült maga az egész színdarabi előadás. Színi előadás. Szerintem a Déri is annak írta. Mindegy. De nem, az egy regény. Egy regényből. Regény. Láttam egy könyv valamban, mindegy. Otthon az van. Most itten azt hittem, hogy ez... Nem színmű volt. Nem regény. Színmű volt. Utóbbi időkben derült csak ki, hogy mekkora széthúzás volt emiatt a zenekaron belül. Fran Reiss ezért ment el, és sikeres pályafutást futott be. Hát amúgy is a metróban már az LGT előtt is nagyon híres hazai szerző, muzsikus volt a metró Stevanovics Zorán és a többiekkel. Tehát Fran Reiss, amikor megtudta, hogy ez miféle darab, és a Víg Színházban adták elő egyébként óriási sikerrel, rengetegszer, én is elmentem megnézni, és nagyon jó volt ott, ugye a színpadon, a homályban volt mindig, és ott állt hátul a zenekar, alig lehetett látni őket, de azért mindig, és játszottak persze, oké. Én a nagy fesztivál, ilyen rock fesztiválokról szól ez az egész, de van egy hátulütője, hogy a szerző túlzottan belekeverte a holokauszt és a zsidó kérdéseket. Nem is azt keverte bele, hanem tulajdonképpen arra alapozta. Arra alapozta, de nem is az volt a baj, hanem magát a virággyerekeknek az időszakát, meg ezt a hippi korszakot, ezt nagyon negatívan ábrázolta. Tehát végül is az Altamonti rockfesztivált vonta egybe azzal, amivel nem kellett volna. Köszönjük a szerkesztői megjegyzést, tehát valóban így történt. Ez valószínűleg benne marad, azt tudod. Nem szeretném. Nem fogom ezt elmondani még egyszer. Jó, elég sok kritikát kapott a Déri ezért a különböző körökben, és nem csak a zenész körökben, hanem irodalmi körökben is, hogy ez kicsit... Igen, de a közönség értelmezte. Erről vajmi keveset tudott akkoriban. Tehát szinte semmit, csak egyszerűen azt, hogy ez egy nagyon futó darab, és nagyon jól sikerült előadás. De tényleg. Viszont Fran Reiss emiatt, a szál miatt, a holokauszt, a zsidó szenvedések történetisége és a hippi korszak, ami akkor még javában élt Magyarországon is, és annak ugye az Altamonti Fesztivállal kapcsolatos problémái, az ottani gyilkosság meg egyebek, ezt nem tudta jó néven venni, és kivált a zenekarból. Ezt elmeséli későbbi interjújában, most egy pár évvel ezelőtt, az is elérhető egyébként YouTube-on. Ennek a lemeznek a megítélése igencsak vegyes, és általában szokott egy ilyen magyar szokás lenni, hogy össze kell vetni egy másikkal. Magyarországon úgy mondhatjuk, hogy a két nagy rock opera, azaz István a király és a képzelt riport, és általában mindig a István a király szokták kihozni jobbnak. Egyébként igaz is, de hozzá kell tenni, hogy mint eszmeisége a lemeznek had némi kivetni valót. Zenei anyagként viszont csodálatos, kiváló, nagyon jó. Azt az egyfajta ős erőt hoz magával. Például nekem egy ilyen kifejezetten megmosolyogtató pillanat rögtön az első szemnél a Menni kénénél, amikor hallja az ember gyakorlatilag, hogy az énekeseket egy becsődítették egy stúdióba, és kb. Mondjuk voltak ott hatan, és három darab papírlapon kapták meg a dalszöveget, és így hárman így odahajolva olvasgatják, tehát lehet hallani konkrétan, hogy olvassák a szöveget, ahogy éneklik. Ennek a lemeznek aztán készült 98-ban egy nem remaster, hanem remake-je, igazából az már Presserhez köthető, nem az LGT-hez. Ott ezeket például már kijavították, ott már úgy el vannak énekelve a dalok. Én néha szoktam vacilálni egyébként, hogy melyik a jobb. Szerintem vannak dalok, amik ezen sokkal jobbak, meg vannak, amik az újon sokkal jobbak. Tehát a Rolling Stones együtteshez köthető az Altamonti Fesztivál, aminek mintája volt ez az anyag. És nagyon sokat lendített rajta Adamis Anna,
a szövegíró, aki a dalszövegeknél, aki a legjobb hazai szövegírónak számított már akkoriban is, Bródy János mellett, aki lassan elkezdett az Omegának dolgozni az idő szerint, ezt nem tudom kihagyni, bocsánat, amiről akkoriban senki nem tudott, senki. Viszont a képzelt riport igazából csak egy kitérés, nem tartozik az LGT sorlemezei közé, sorlemezként folytathatjuk a Boom-mal. Érdekessége többek között a lemeznek az, hogy észrevettük, hogy a különböző példányokon, mert ez egy kiadás volt, tehát mindegyik ez egyszer jelent meg, ezek nem külön érák, hanem ez így jelent meg. Más-más a nyomdatechnikája, egy kicsit, ugye? Kicsit más, hogyha például ezt nézzük meg, ami nálam van, ha éppen úgy tud csillogni a kép, akkor látható, hogy ezen a képen igazából csak Presslynek a bajsza az, ami úgy igazán csillog, még a másik verziónál a kontúrvonalak az arc körül mind csillog. Igen. Tehát a hajuk, meg az egyébként más-más színe van, de valójában ez az ezüstös, tényleg az első lemezről az ezüst nyár, az nagyon meghatározó volt ugye az LGT életében, a legjobb számok egyike. Szóval ilyen ezüst, nem is tudjuk, hogy miért nem ezüstál volt a cím annak a szám. Mert mi az, hogy ezüst nyár? Hát az inkább a nyár az arany. Na jó, oké. De valóban egy ilyen ezüstös csillogás van benne a rajzban. Kinyitható volt a borító, és akkoriban és annak idején ez nagyon, nagyon nagy nimbusza volt ennek a lemeznek. Szóval nagyon szerettük, meg mindenki csodálta ezt a nagy bumbot. Itt robban egyébként valami a lábuknál, hogy egyébként ez valami mikrofon akar lenni, de inkább bomba. Érdekessége, hogy ugyan kinyitható, viszont nem az oldalán nyitható, hanem a tetején nyitható a lemez. Igen, tényleg agyrém, mert itt jön ki a lemez a tetején. Igen. Azt még fontos hozzátenni, hogy igazából ennek a lemeznek volt egy másik kiadás, ami ténylegesen más borítóval jelent meg, aminek laminált volt a borítója. Ez ugye a kártyagyárnál készült, míg a másik az a Globus nyomdánál készült. De a kártyagyárnál is igazából különböző nyomdatechnikákat használtak. Igen. Érdekesség még a zenekarral kapcsolatban, hogyha úgy veszük, hogy melyik volt az a dal, amit legtöbb módon elő tudtak adni, vagy eladni leginkább az embereknek, az a Ringasd el magad volt. Az előző albumnak a címe is Ringasd el magad volt, és azzal zárult, a Boom azzal nyit, és már is egy teljesen más verziót kapunk. A korábban megjelent képzelt riporton is igazából kétszer is rajta volt, két különböző verzióban, ugye így már 4-nél tartunk, és ha úgy vesszük, akkor az angol verziókon volt Rock Yourself Away, tehát már egy 5. verziót is kaphatunk, illetve hogyha még hozzátesszük a remake-jét is az albumnak, akkor még 2-t, ez 7-szer le tudták nyomni valahogy a lemezekre. Nem akarom azt mondani, hogy a torkunkon, mert egyetlen nem rossz egyik sem. Az angol változatból is legalább 2 van, szerintem, amikor angolul adják elő. Kislemezes, nagylemez verzió. Igen, és az első szám ebből a Ringasd el magadból egy nagyon rövid, 1 perces szám ezen a bizonyos második lemezen, de nagyon jól sikerült. Én még emlékszem rá, amikor a barátaim áthozták hozzám ezt a lemezt annak idején, amikor megjelent, és mondták, hogy rosszul vannak. Ha meghallják ezt a bizonyos számot, ezt a nagyon rövid, az utolsó szám egyébként a lemezen, 1 perc, 9 másodperc, akkor kiugranak az ablakon, tehát annyira nem bírták elviselni, de nekem már akkor nagyon tetszett rögtön. Egy ilyen nagyon jó basszus témával, Fenrész nagyon remekel, meg egyáltalán az egész pazar, szóval pazar. Progresszív rock emberek, progresszív rock. És hát ugye ez is, Boom is, vitathatatlanul. És ehhez az időszakhoz is tartozik egy kislemez, Hely, gyere velem, A oldal, és Csavargók angyala, B oldal. Ami szintén megjelent a nagylemez verzión. A lemeznek van még egy kiadása, 82-ből, ekkor igazából volt egy ilyen széria, amit kiadtak a 20 éves magyar rock néven, több lemez is megjelent így az Omegának és Konzsuzsának, Illésnek. Az LGT-nek pedig a Boom-ja jelent meg ebben a formátumban. Sokszor az volt az érzésünk, hogy ez az újrakiadása a Boom-nak jobb
Van sikerült, tehát jobb hangminőségű volt, mint az eredeti lemez. Ez rengetegszer bebizonyosodott mindenki számára, amikor belehallgatott, hogy nagyon jól feljavították a hangot. A halkrészek hangosabbak voltak, tehát jobban lehetett élvezni őket, és a hangos részek is nagyon jól dinamikusak. De aztán, mikor egyre jobb berendezéseken hallgatjuk ezt a régi bumot, már nem hallatszódik annyira ez a különbség olyan élesen. Tehát ez a technikai fejlődés is, és a maguk a lejátszó berendezéseknek a változása az évtizedek alatt ez hozzájárult ehhez, de valóban ez valahogy fel lett javítva. Talán mégiscsak utol lehet érni a változtatást és a javítást a Vallomás című dalnál, hiszen ott az eredeti verziónál az énekhang nagyon halk volt, és utána egy kicsit hangosodott fölfelé, majd amikor Somló belépett, akkor már tök hangos volt. Itt viszont hangosabb, még mindig halk, de hangosabb, mint az eredeti verzión. Igen, ezt sokan számon kérték, akiknek ez az egyik kedvenc számuk volt, hogy jaj, hát szerelmes vagyok, és akkor ez a Vallomás című szám, ez milyen jó, de olyan halk, és akkor föltettük ezt a lemezt, és hát ez nem is halk, ez tök jól hallható. Ez megtörtént többször. Íme itt van a boom korszakából ez az angol nyelvű lemez. Ez volt egyébként az első ilyen lemezük, nagyon ritka, azért mutatjuk meg. Egyébként Jakab Karcsi barátunk Veszprémből, aki most a rendelkezésünkre bocsájtotta, rendkívül jó, Londonban is megjelent, leginkább ott lehet egyébként találni belőle több példányt, furcsa módon, tehát Magyarországon soha nem jelent meg, nem is nagyon láttunk. Ez ráadásul egy úgynevezett promós kopi, tehát nagyon ritka és nagyon értékes. Íme az eredeti belső borítójával. A dalok, a boom lemez dalai szinte kivétel nélkül, csak van egy a második albumról, a Presser Serenade című száma, ami szerintem a legjobb dala, és legelviselhetőbb, mert a későbbi dalai szerintem már nem annyira jók, de ez mestermű. Tehát az került még rá, és Barta, tehát túlnyomó súlyban Barta szerzeményeket tartalmaz a lemez, alig van rajta egy-két Presser szerzemény, tehát még mindig látjuk, hogy ebben az időszakban Barta volt a zenei vezetője a zenekarnak. És van is olyan érzület benne, hogy Pressernek ez nem annyira tetszett, hogy így kell ennek lennie. Majd ugye Barta elhagyta nem sokára a zenekar, de az már a következő lépés lesz. Viszont ekkoriban a menedzserük, ez a Miller, Jimmy Miller, nagyon nagy reményeket fűzött a zenekar nemzetközi, amerikai és angliai befutásához, ami megtörtént, de a hazai, magyarországi sikereket nem tudták meghaladni. Pedig eljutottak aztán Japánba, meg sokfelé a zenekar. Tehát valóban ez egy világhírű zenekar, nem vitás. Ez a lemez egyébként 1974-ben jelent meg, még hozzá adandó plusz történet, hogy ugye ekkor a zenekar kikerült Amerikába, és ott egy turnét nyomhattak le, illetve egy több lemezre szerződést is köthettek. Ennek ugye ez lett volna az első lemeze. Egyetlen egy probléma volt, hogy a szerződés benne volt, hogy a zenekarban nem válhatnak itt tagok. Viszont amikor kiértek Amerikába, Barta úgy döntött, hogy ő nem fog visszamenni Magyarországra. Ezáltal úgymond ki kellett rakni a zenekarból, ezért a szerződés úgymond derékba tört. Dugába dőlt. Nem lehetett ezt megtenni, illetve amikor visszaértek Magyarországra a diszidáció miatt, ezt a lemezt nem jelentethették meg Magyarországon. Egészen 1988-ig, ugye most ide vesszük korban ezt a lemezt, mert 74-es anyagot tartalmaz, hasonló, majdnem ugyanazokat a számokat, pár eltéréssel tartalmaz ezt is, de itt már vannak olyan dalok is, amik igazából már a következő lemezre mentek volna. Ezt csak 88-ban adták ki Magyarországon. Például, hogyha most úgy vesszük, hogy a Rock Yourself Away, vagy a Ringasd el magad, erre a lemezre például nem került föl, viszont kis lemez verzióban létezik magyar kiadáson is. Angolul? Tényleg? Van. Létezik. Ha gondolom, meg is nézem.
nagy ritkaság, az tény. Valamint szintén nem tartozik az LGT lemezek diszkográfiájába ez a Barta emléklemez, ami ide tartozik, mert innen történt meg az, hogy Barta már nincs a zenekarban, illetve meg is halt, de készített a zenekar neki egy ilyen emléklemezt, ami hát szintén nem túl ismert, de tartalmazza a legjobb dolgokat Bartával kapcsolatban. A nagyszerű gitárossal kapcsolatban. Tehát kimondhatjuk, hogy az alapító tagok közül most már ketten is távoztak a zenekarból, pótolni kellett valakivel a tátongó űrt, és ez az ember Karácsony János lett. A gitáros a Generálból. A Generál nagyon lendületes, fiatal zenekar volt, rendkívül jó hatásuk volt abban az időben, és onnan jött Karácsony, ahon a zenekarban a társai többek között a Révész Sándor, meg ilyenek. Így hát a következő lemezük, így már egy újabb felállása, a Mindig Magasabbra lemez volt. Annyit elárulhatok, hogyha egyszer valaha kéne készítenem egy 10-es listát arról, hogy Magyarország legjobb gitárriffjei, akkor azon a listán csak erről az albumról kettő is felkerülne. Nagyon jól sikerült lemez lett egyébként. Volt olyan érzésem hosszú időn keresztül, hogy ez a legjobb Lokomotív GT lemez, de hát nem, mert szerintem azért a második is jó, meg a Boommal sem minden esetben versenyképes, de ez egy nagyon-nagyon jó LGT lemez. Hát amikor megjelent, akkor le is voltunk hidalva tőle, hogy micsoda. Tehát már ahogy kezdődik a háromtételes nagy művükkel, ez egy progresszív rockzene, és rendkívül sok közismert, nagyon híres sláger is van rajta, amit mindenki fütyörészik és ismer a mai világban is. Teljesen egyetértek. Következett nem sokára ezután egy dupla lemezük, mely egy ilyen eredeti belső melléklettel jelent meg, 1976 a felirata, Lokomotív GT. Az Aranytallérok. Amely igazából téves elnevezés, nem Aranytallérok a lemeznek a címe, ez egy ráragadt név, mindenki így nevezte el, igazából ez az LGT-nek az ötös lemeze. Igen. Valóban, amúgy annak idején, amikor megjelent, a magyar rádióban minden nap, minden este, majdhogy nem óránként reklámozták a lemezt. Megjelent az LGT Aranytallérok lemeze, egyébként így mondták, meg bemondták az ötöst is hozzá. Szóval érdekes volt nagyon. Nagyon jól sikerült lemez lett ez is még. Személy szerint nekem ez a kedvenc LGT lemezem. Sok jó szám van rajta. Illetve még ezt hozzá kell fűzni, hogy van egy érdekessége a második oldalon, egy egész lemez oldalnyi koncertfelvétel található rajta, aminek az a háttér története, hogy az igazából nem egy koncertfelvétel, hanem egy álkoncertfelvétel, igazából ugyanúgy egy nagy terembe léptek föl, úgymond feljátszották egyben a dalokat, és utána beküldtek pár embert tapsolni, hogy ilyen koncert jellege legyen, legalábbis a legendárium ezt tartja erről a koncertfelvételről. Igen, mert emlékezzünk meg, hogy ezekben az években kezdettől fogva a zenekar óriási koncerteket tartott a Tabánban, Budán. És ezen rengetegen részt vettek, nagy közönségük volt, és valahogy azt idézi fel ez az utolsó lemezoldal, a negyedik egyébként, mert dupla lemez. Viszont ehhez a lemezhez kötető még egy tagcsere, hiszen ez az utolsó album, amin Laux dobol, illetve hát vele együtt ez az utolsó album, amin Adam is Anna írta a dalszövegeket. Igen, mert Laux volt ugye, aki az Omegát felfejlesztette, és oszlopos tagja volt, aki a Presszert az Omegába hívta, és aki a Presszerrel megalakította az LGT-t az Omega kárára. Ez a Laux József aztán ugyanúgy diszidált, mint Barta, meg nagyon sok hazai rockzenész, a Bencsik Samu a P-Mobilból, meg kik voltak, a kekszes frontember. Baksasós. Baksasós. A Siriusból a... Igen, a Jackie. Igen. A basszusgitáros. Orszácki Jackie.
Azért ezekből a disszidálásokból érződik és látszódik, hogy az a Kádár rendszer, az időszak, az az elmúlt rendszer, az nem volt fenyegyik tejfel egyáltalában. A disszidáció okán az ötös lemeznek egy jó részét, legalábbis legendárium szerint bezúzták, és nem lehetett tovább kapni a boltokban, viszont a rajongók kifejezetten akarták, hogy elgítet akarnak venni, ezért ebben az időszakban megjelent az aranyalbum, ami egy válogatás lemeze az LGT-nek. Ez is még nagyon jól sikerült, amikor megjelent. Én teljesen kivoltam, mert annyira eltalálta az ízlésemet, tehát nagyon jó lemeznek tartottam, és nagyon szerettem ezt az LGT válogatást. Addigra, amikor ez megjelent, már az első lemezről a tengelykezű félember és az összes szem már csak itt volt hallgatható és elérhető. Addigra ez a lemez már eltűnt az időben. Tehát semmelyikünk sem birtokolta ezt a lemezt. Tehát ez a válogatás lemez, ez hiánypótló volt, amikor megjelent. Laux és Adam is távozása után Solti János vette föl a doboz szerepét a zenekarban, illetve Dusán lett a szövegíró a zenekarban. És ekkor jelent meg a Zene című LGT lemez, ami tulajdonképpen nem más, mint a Mindenki, ugye? Nem, a Mindenki másképp csinálja. A Mindenki másképp csinálja. Ez a lemez, amikor a boltokba került, akkor nagyon érdekes volt ezzel a borítójával. Teljesen egyébként a Váci utcát idézi, megjegyzem, akkor még valóban macskaköves volt. És ahogy Krisztina is mondta az imént, hogy egy piros bicikli, vagy mit mondta, hogy milyen hülyeség ez? Nem mondom el még. Ja, azt ne hagyjuk ki. Nem én mondtam. Tehát hozzá. Igen. Tehát Laux Józsefnek a zenekarból hozzátartozott a repertoárjához, hogy a dobon és motorkerékpáron muzsikál. Itt Somló Tamás furikázik ezen a kis piros sas motorbiciklin. Az nem a Karácsony János. Ó, tényleg. Úgy emlékeztem. Valamint a hangszerboltból Karácsony János jön elő egy hegedűtokkal, és Presser Gábor megbontja az utat. A boltos, aki leginkább egy ilyen gyógyszerészre hajaz, vagy gyógyszerész kinézetű, az pedig a dobos Solti. Itt meg egy közönséges hazai utca embere, aki nézegeti a kirakatot. És ez a külföldi lemezektől jól ismert ilyen belső, szilárd, kemény tokban jelent meg. Sok jó számmal, itt még az a bizonyos progresszív vonulat azért fellelhető a lemezen, már csökkenőbb mértékben, de még mindig egy nagyon jó lemez. Majdhogy nem ez volt a kedvenc lemezem mindig a zenekartól, az LGT-től, de a második azért lehagyta őt. Számomra ettől a lemeztől a zenekar egy kicsit lejtmenetbe kapcsolt. Én nem nagyon szerettem az elkövetkezendő lemezeket néhány kivétellel. Ugyan nem lehet azt mondani az LGT-re, hogy rádióbarát vagy akármi, hiszen az összes lemezük, összes dala rádióbarát volt, hiszen abban a korban élünk, amik készültek, amikor ez volt a rádióbarát kategória. Viszont itt nagyon elindultak egy popposabb irányba, és a progresszív és rockzenei vonalaikat itt kezdték egy kicsit így lealacsonyítani a popoltárán. Mindezek mellett minden dal rajta igazából nagyon jó. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja, igen. Az egy őrületesen nagy sláger volt akkoriban. Nagyon jól megírt dalokkal, viszont nekem ezek elhalványodnak egy kicsit az előző lemezek fényében. Nekem is. Mindenki. Hát én nem. Abban az időben jelent meg egy spanyol lemezük, aminek még ugyanez volt a borítója. Spanyolul spanyol lemez, az LGT-nek. Ez sem tartozik a kedvenc lemezeim közé.
egy mindenképpen egy nagyon jó szám volt rajta, a Nem adom fel. A Nem adom fel, azt annak idején rengetegszer feltettük a lemezjátszóra az ilyen liberálisabb érzelmű barátainkkal, a Felóval többek között, és tetszett nekünk akkor jobban ez. Tehát jó, nem ez volt a kedvencünk, de ez a lemezük még mindig jobb volt, mint ami majd mindezek után következett. Ebben a korszakban is ide társul ez a ritkaságú számba menő kislemezük, dupla kislemez. Nagyon a Beatles mágikus, misztikus utazására hajaz ezzel a kinézetével, mert az volt nagyjából ugyanilyen. És ez az Annyi mindent nem szerettem még. Tehát ez mindenki ismeri. Ez nagyon somlós dal. Igen. Évtizedet váltunk, és a következő LGT lemez a Loksi. A Loksi egy kifejezetten nagy ugrás volt szerintem az előző két lemezhez képest, ez már sokkal-sokkal jobb. Egy dupla lemezről beszélünk, ahol minden lemezoldal egy-egy tematikát követ. Így az álom, az élet, a játék és meglepő módon a negyedik oldal következik. Kifejezetten jó dalok vannak rajta, sok nagyon jó dal van rajta, mindegyik slágeres, illetve az album kezdődala, a prológ és trialóg egy kifejezetten újra progresszív motivumokat felsorakoztató dal. Egy kifejezetten jó lemez, lehetséges, hogy a top listára felkerülhet, nagyon sok embernek biztosan felkerülhet a top listára. Nagyon nagy nimbusza volt magának a lemeznek, amikor megjelent, ehhez is társult egy ilyen belső füzet kiadvány. Aminek érdekessége, hogy a hátulján található egy kis szöveges rész, a félreérthető szavak megmagyarázása, illetve kiírása. Ja, nagyon alapos, nagyon jó dolog ebből a szempontból. És hát ugye így nézett ki. Amikor ez megjelent, akkor nagyon a Vadászat lemezével a Hobo Blues Bandnek asszociatíve úgy együtt volt. Volt ez, meg a Hobo Blues Band. Ez a fal, itt a hátuk mögött, csak egy fal. Azt írták rá. Ebben az időben jelent meg ez az angol nyelvű LGT lemez, ami pótolni akarta azt a hiányt, hogy egyébként a zenekarnak tényleg jelentek meg lemezei külföldön, Amerikában és Angliában is. Ez teljesen más, mint az előzőekben bemutatottak. Nem annyira jó egyébként a zenei anyag rajta, mint azokon. De ez hivatalosan Magyarországon megjelent. Csupa angol felvételeket tartalmaz. Majd következett a tizedik album. És tényleg ez volt a tizedik? Itt valami viták voltak, hogy ez a tizedik volt-e. Hát na nézzük. Első lemez, második lemez, ugye ringasd el magad. Boom. Mindig magasabbra, ötös lemez. Mindenki másképp csinálja, mindenki Loksi. Loksi után jött a... Na hát itt két lemez hiányzik. Ha csak nem számítjuk be a képzelt riportot egynek, de akkor nem lehet ötös a... Igen. Tudom, tehát azért mondtam is, amit mondtam. Nyugodtan akkor elmondhatjuk, hogy ez a lemez, ami a tizedik lemezük elnevezést viseli, vagyis LGT 10-es, X, ez nem a 10-es volt. Presszerék elmondták, hogy ők úgy gondolták, hogy ez a tizedik lemezük, de aztán ők is összeszámolták, hogy lehet, hogy csak a 9-dik, vagy valami ilyesmi, és akkor ilyen problémákba voltak, de meghagyták ezt az LGT 10-et, vagy X-et. Igen, és akkor ott van az, hogy ők gondolták, hogy lehet, hogy csak a 9-dik, de már addigra ráírták azt, hogy a 10-dik. Szóval azért ez valami. Ehhez azért kellett egyfajta ilyen elvarázsoltság. Hát a Windows is megcsinálta, hogy a Windows 8 után a 10-es következett. Tényleg? Egyébként a maga korábban egy kifejezetten sikeres lemeznek számított, olyan dalokkal, mint a Zenevonat. Mára viszont talán nem a leggyűjtöttebb lemezek közé tartozik. Igen, mint minden egyébként, amit ez a zenekar kiadott, az siker lett. Tehát furcsa is, de ez tényleg nem egy jó lemez szerintem sem. Már hogyan megnézem ott hátul, hogy is néznek ki ezek az emberek, már a zenekari tagok,
az Unikum reklámba az alkoholba fulladt dobossal, meg a többivel. Okay. Ez válogatás lemez, nem? Nem. Biztos, hogy nem sorlemez. De. Szerintem ez kurvára sorlemez. Ez nem válogatás. Ez egy koncertlemez, az van ráírva. Ezután az album, ami ugye a boom lemezre asszociál, még a felirattal is, egy élő live koncert lemezt adott a közönségnek. Nagyon részletes, nagyon alapos kollázzal, fotókkal ellátva. Tulajdonképpen ez volt az első igazi önálló koncertlemezük. Nagyon úgy tűnik. Ha csak nem tekintjük az ötösnek a egy lemezoldalnyi álkoncert felvételét, illetve az Omega és Beatrice-vel együtt lévő koncertlemez, igaz, azon csak három darab daluk szerepel. Persze ez a Cecei bácsi ifjú kori kalandjai, ez sosem volt korábbi lemezen rajta szerintem. Szerintem se. Jó, oké. Tehát nagyon vegyes tartalommal és egyebekkel. Nincs az a ifjú kori kalandjai, vagy én nem tudom. Eki-eki poropang, mi az össz? Ilyen dalok is vannak rajta. Igen? Uh-huh. Akkor lehet, hogy nem vágom ki. Korban ideillő újabb angol nyelvű lemezről beszélhetünk még szintén. Hát ez sem a legjobb eresztésük egyébként. De továbbra is LGT mércéhez mérve nem annyira jó. Bizony. Végül ezt követte az Óriás Kislemez című kiadásuk, amiben nagyon magas hangminőségre törekedtek a hangmérnökök. Ez mind részletesen mind fel van tüntetve a lemezen, és ez sikerült is. Szóval itt a lemezvágás rejtelmeit ecsetelik és mutatják be, hogy hogyan lesz egy ilyen anyagból minőségi termék. Ki nem ismeri ezt a kinn is vagyok, bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Vagy valami ilyesmi számokat, hát ezeken ilyenek vannak. Ja, és ugye a fordulatszám és az egyebek felspirázásával értek el ragyogó hangminőséget. Az első magyar óriás kislemezen. Igen, nem volt Magyarországon divat a maxizás, ez egy maxi. És íme itt van. Frekvencia átvétel, digital master alapadatai, torzításmentesség, meg minden. Szóval ezt kifejezetten nagy igényességgel állították elő. És jelen pillanatban utolsó a sorban az Ellenfél nélkül című lemezük. Igazából a lemezes korszakú, tehát a bakelit lemezes korszakúknak ez volt az utolsó lemeze, ez jelent meg utoljára bakelit lemezen. A zenekar elmondása szerint ez volt az a lemez, aminél már úgy elkezdték érezni, hogy az emberek nem nagyon veszegetik a lemezüket. Lehet, hogy később ez is a búcsú koncert fele terelte a zenekart. Akkoriban sokunknak volt egy olyan érzése, tehát nem pont amikor ez megjelent, hanem már az ezt megelőző hosszabb periódusban, években, évtizedben, hogy a csapból is a Presser folyik, meg az LGT, meg ilyenek, és ez lett a következménye. Ezek után a zenekarnak következett a búcsú koncertes időszaka, meg LGT fesztivál, meg mi egyéb. Hanglemez már igazából nem jelent meg, CD-k jelentek meg, még két darab stúdiólemez is megjelent a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején. Amit meg érdemes megemlíteni, hogy a 90-es években két darab ilyen válogatás jelent meg, az egyik az összes nagy lemez, ami egy box volt az összes nagy lemezzel értelemszerűen, illetve a már sokat emlegetett kislemezes lemez ide sorolható be. Köszönjük a figyelmet! Ciao. Sziasztok! Igen, tehát utoljára ez aktuális. Hogyha keressük őket, akkor ezek a fiúk valóban a kocsmába mentek, úgyhogy esetleg menjünk mi is. Sziasztok! Így a diszkográfia vége fele érkezve lehetséges, hogy a hangnemünk kicsit ilyen ekézőbe váltott át, de mindazok mellett el kell mondani, hogy viszont az első lemezek azok annyira
a magyar zene csúcsaihoz tartoznak, hogy nem lehet véletlenül se rossz szavakat mondani a zenekarra. Voltak nekik mellé nyúlásai, de kinek nem? Yeah. Nem mondom el még egyszer. Mondd már el még egyszer. Azt mondtam, hogy egy piros biciklis hülye gyerek. Ja, akkor ezt kihagyjuk. Majd azt mondtad, hogy de nem bicikli, hanem motor, erre azt mondtam, hogy jó, akkor egy piros motoros hülye gyerek.